Nos, telepítve is van a rendszerünk, nekiállhatunk az adminisztrálásának, de mielőtt ezt megtennénk, állítsuk be úgy a rendszerünket, hogy a weboldalunkra ide tévedő emberek ne egy ilyen félkész valamivel találkozzanak, hanem kapjanak információt arról, hogy jelenleg a weboldalunk az bizony-bizony átalakítás alatt van. Ehhez az adminisztráció webhely beállításai, webhely karbantartás menübe menjünk, és állítsuk a webhelyünket offline módba. Adhatunk egy rövid üzenetet, leírhatjuk, hogy mikor indul újra az oldal, hogy az ide látogatók azok biztosak legyenek abba, hogy amikor ide jönnek, akkor már ténylegesen információt találnak. Ha elmentjük a beállítást, akkor mi egyetlen egy dolgot látunk, mégpedig azt, hogy minden egyes oldalon ott lesz, hogy offline módú működés. Ha kilépünk, akkor láthatjuk, hogy bizony-bizony megjelenik a karbantartás miatt zárva, valamint az az üzenet, amit beállítottunk. Kérdeznénk, hogy ilyenkor hogyan tudunk belépni? Nagyon egyszerűen, el kell mennünk arra az oldalra, ahol be fogunk tudni jelentkezni. Be kell írni a címsorba, hogy kérdője Q egyenlő user. És akkor itt már be is tudunk jelentkezni. Beírjuk a felhasználó nevet, amit választottunk, és ugye a 4 darab csillagot. Most nem szeretném. És már is szerkeszthetjük a rendszerünket.